Jó, mindenkit nagy szeretettel üdvözlünk itt a Goethe Intézet Facebook oldalán. Elkezdjük az élőzésünket. Nyilván nagyon nehéz elmenni amellett, hogy milyen figura van itt mellettem. Nem Juditra gondolok, hanem Nao a robotra. Ugye a beszélgetésünknek a címe is a AI társadalom, ami ugye egyértelmű, hogy a mesterséges intelligenciáról fog szólni. Ez a következő fél óra. És hát az Goethe Intézetnek azt hiszem az egész november ebbe a témakörbe telt. Légy szíves, Judit, mondd el, hogy milyen programok készültek ebben a témakörben. A mesterséges intelligencia a Goethe Intézetnek nem csak Budapesten, nem csak Magyarországon fontos témája, hanem más városokban, más intézetekben, más kontinenseken is. A projekt fő része a már említett fura valaki, aki itt mellettünk mozgolódik egy kicsit, Nao, egy humanoid robot, amelyik turnéra indult a kelet-közép-európai régióban. Konkrétan figyel rá. Konkrétan figyel, igen. Még és udvarias. Igen. És Judit sokkal És Nao elindult, és különböző országokban tartózkodik egy-egy hónapot, hozzánk november elején érkezett meg Prágából, és jövő héten hétfőn megy tovább Pozsonyba. És egy művész és egy programozó dolgoztak vele, minden egyes országban egy-egy különleges, egyedi programot, projektet hoztak létre. Ez aztán mind egy laptopon összeütik, és aztán kiértékelik, és ebből aztán megint lesz valami nagy közös projekt. Azon kívül van egy webdossziénk, vetített film, átváltoztattuk, megcsinosítottuk egy kicsit Goethe Intézet homlokzatát, leragasztottuk Nao-val az utcai kirakatunkat, és egy csomó minden zajlik, ami ezzel kapcsolatban. Jó, lassan másfél hete élvezed Nao társaságát, hogy mi fog legjobban hiányozni, ugye még egy napig tartózkodik Magyarországon, aztán utazik tovább. Nao-nak melyik tulajdonsága fog legjobban emlékeztetni téged erre az elmúlt másfél héttel? Hát, nagyon cuki egyébként, és nagyon érdekes vele dolgozni. Reagál is, nyilván, hogyha az ember maszkot hord, akkor kevésbé, de hogy... Ezzel nem hord maszkot. Igen, hát önnek... Ennyivel rendelkezik negatív tesztet. Igen, próbálkoztunk egyébként maszkot rátenni, de nem olyan könnyű, mert kicsit fél. El kéne kezdeni ilyen maszkokat is gyártani lassan. Jó, milyen tudásra tetszel Nao itt Magyarországon, és hogy mennyire jártok sikerrel? Mert azért is fontos ez, hiszen a program egyik jelentős tulajdonsága, hogy ez egyben egy verseny is, hiszen azon országokban, ahol Nao tartózkodik, ott mindenfajta tudásra tetszert, és a végén megkérdetik, hogy hol sikerült legjobban kioktatni őt. Azt nem tudom, hogy ez egy verseny, mi nem úgy fogjuk fel, hanem egyszerűen érdekes vele dolgozni. Itt Nao egy ilyen egészen különleges projektben vett részt, még az a lényege, hogy teljesen, ugye Nao képes fényképeket készíteni, és ezeket a fényképeket aztán a művész és a programozó közösen teljesen leegyszerűsített képekké, szinte ilyen egyeseké, nullákká, fekete-fehér pontokkal alakították át. Tehát, hogy leredukálták egy olyan szintre, amin a képalkotás mondjuk a 80-as évek második felében. Én láttam, mit művelt, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy 80-as évekbeli írógéppel hosszú ót és szpét ütögette felváltva, és ezek voltak igazából a sötét és világos pixelek, és ezek adták ki a, hát úgymond absztrakt képet, ami ez azért a fantázia mindenképpen szükségeltetik, hogy valamit belelássunk. Én nagyon sajnáltam, hogy tudom, kétszer találkoztam munka közben, hogy három ujja van, és úgy kellett gépelnie azért handicapes szerint. Hát igen, de nem gépelésre találták ki, úgyhogy itt elég sokat dolgozott a programozó azon, hogy képes legyen arra Nao, hogy gépeljen. Én szülőként borzasztóan utálom azokat a pillanatokat, amikor egy másik társaságnak meg kell mutatni, hogy mit tud a gyerekünk. De tudod egyébként, na ott valamilyen szinten most produkáltad, mert aztán már fogtál vele kezed. Én egy kicsit félek tőle, mert olyan puhány és gyenge vagyok, és megsérülnek a puha ujjaim. Nem tudom, hogy fog-e rám reagálni, de az az igazság, hogy meg lehet tőle kérdezni egy-két dolgot. Szerintem, ha próbált ki, te kérdezd meg, hogy hívják, angolul, franciául tud alapnyelven. És hát magyarul... Mennyivel életképesebb, mint én? Igen, hát magyarul nem tud, de hogyha megkérdezed... I know, what is your name?
ez mennyire idétlen volt, hiszen a nevén szólítottam, de próbáljuk meg. What's your name? Can you tell your name? Can you tell your name? Most te fogsz próbálkozni, nem okay. Pirulj bele. Az enyém igen, meg az arcom is, úgyhogy egy csináltam no, alapból. Nem is biztos, hogy rám fog figyelni. Nem olyan egyszerű ám egyébként ez a... Ez azt hiszem, hogy van köztünk kémia, és nem akarom ezzel is féltékenyíteni téged. De hello. Hello. Leveszem egy kicsit. Can you tell your name? Hello now. Can you tell your name? Sokkal jobb a Judit akcentusa, valószínűleg azért reagál rá. Yeah. Eredményesebben. Can you tell me your name? Your name? Tell me your name. Hát nem, nekem sem. Can you shake my hand? No. Bólogatni, bólogat. Nagyon jó alakzatokat vesz. Abszolút. Can you shake my hand? Give me your hand. Can you give me your hand? Bólogatni már bólogat, de nem csinálja, amit kell. Itt van még két vendégünk, egy kicsit hanyagoljuk Naót, mert nem annyira együttműködő. Veletek valószínű könnyebb dolgunk lesz. Itt tartózkodik Tüdős Anna és Radó Nóra is. Vicces, akkor Anna, te kezd el a bemutatkozást, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatosan, és egyébként a Goethe intézettel szorosan összeműködve, milyen projektekben veszel részt? Sziasztok! Én amúgy Naót már ismerem, de azért bemutatkozom még egyszer. Én a Goethe-vel együttműködésben olyan workshopokat tartottam, amik konkrétan az algoritmus generációt, vagyis a 18-tól 30 éves korosztályt célozzák meg, és egyfajta bevezetőt nyújtanak a mesterséges intelligencia világába, tehát ezeken mindenfajta előtudás nélkül részletet venni, és igazából mi arra voltunk kíváncsiak, hogy ezt a korosztályt mi érdekli, illetve szerettünk volna egy olyan belépőt nyújtani ebbe a világba, ami bárki számára nyitott. Úgyhogy én így kapcsolódom ez a projekthez. Jó, mekkora különbség van egy 18 éves srác, vagy egy 18 éves fiatal és egy 30 éves ember elképzelései között, hogy hogyan kéne a mesterséges intelligenciával együtt élni, és egyáltalán mit gondolnak róla? Ez a workshopon is nagyon jól kijött, hogy abszolút különbözők a tapasztalatok, a tudás szintek, egyáltalán az, hogy kinek mennyire része az életének ez a technológia, és amúgy ez nem feltétlenül életkorhoz kapcsolódik, tehát simán lehet, hogy egy 18 éves az új albérletében, nem tudom, okos világítást épít be, és használja a Spotify-t, míg mondjuk egy 30 évesnek inkább talán az út meghatározó szoftverek azok, amiket jobban használ, de mondjuk simán lehet, hogy közös bennük az a tulajdonság, hogy nem tudatosak avval kapcsolatban, hogy ezek a technológiák mesterséges intelligenciára épülnek. Mondasz még pár példát, ami a legáltalánosabb, amiről tényleg az emberek nem gondolnák, hogy ilyen típusú algoritmusokkal működnek, és mégis a hétköznapunk része? Hát nagyon sok ilyen típusú felhasználási terület van, tehát mondjuk az automatikusan ellened játszó számítógépes játékoktól kezdve a beszédfelismerő, nyelvfelismerő programokon keresztül, például a fordító programok, akkor a képfelismerő programok, amik mondjuk megállapítják, hogy melyik haverod van a telefonoddal csinált képeden, ezek mind erre alapulnak. Jó, és az a sztereotípia, hogy legtöbbször az embereknek a gyilkos robotok jutnak eszébe, hogyha a mesterséges intelligenciáról beszélünk. Ki ezért a felelős egyébként, és hogy mekkora feladat hárul rátok, hogy ezeket a képzeteket így rendbe tegyétek és tisztázzátok? Hát a mesterséges intelligencia amúgy nem egy új kutatási irány, és nem is egy technológia, tehát egy hatalmas ernyőfogalom, és pontosan azért, mert ilyen régóta meghatározza azt, amit mondjuk a jövő technológiájáról gondolunk, ezért természetesen sci-fi bemutató irányok
is léteznek, és persze mindenki 3CPO szintű humanoid robotokat képzelnek el, akik nem csak hogy képesek mondjuk megrázni a kezedet, de mondjuk nem tudom, átugrani egy fatörzsön, vagy legépelni azt, amit mondasz neki. És hát mondjuk a workshopoknak témája volt az is, hogy kicsit eltávolodjunk ettől a képtől, amit mondjuk, hogyha a Google-be beírja az ember, hogy mesterséges intelligencia, kijönnek ilyen kicsit ilyen humanoid robotok, sok egyes, nulla, futurisztikus képek, és megmutatni azt, hogy ez valójában már most is az életünk része. De cserébe viszont meghívtunk egy kutatót, hogy tartson előadást az ember-robot kapcsolatról is. Egy pszichológus volt, és például nagyon érdekes kutatási eredményeket mutatott be Naóval kapcsolatban is. Megkérdeztek 2000 embert, hogy egy női és férfi skálán hol helyeznének el robotokat, és például Nao az abszolút a gender-semleges középutat képviseli, úgyhogy például ez egy jó példa szerintem. Szóval még bármi lehet belőle. És bepirosodott a szeme. Érzékelt, hogy róla van szó. Hogy, és a te személyes hozzáállásodról, hogyha valamit hallhatunk, hogy elképzelhető, hogy az a legoptimálisabb jövőkép, hogyha minden reggel kapunk egy notification-t, ami megmondja, hogy nem a 8-as busszal kell menni aznap, hanem a 74-es trolival, és hogy éppen a Lidl-be pont le van árazva az a termék, amit általában vásárolni szoktam, hogy te hol húznád meg a határt, hogy mennyire hálózhatnak be minket az ilyen típusú technológiai jelenlétek. Szerintem addig jó, amíg van választási lehetőségünk, tehát amíg az emberi szabadság jogaink ebben nem sérülnek, és mondjuk van egyfajta jövőképünk azzal kapcsolatban, hogy milyennek a technológiának a társadalomra gyakorolt hosszú távú hatása. Amikor mondjuk etikus AI-ról beszélünk, könnyű azt mondani, hogy szeretnénk, ha etikus lenne az AI, de oké, ez pontosan akkor mit is jelent. Tehát mondjuk én azt mondom, hogy jelenleg még kicsit felzárkózik mondjuk a jogi és egyéb korlátozás a technológia fejlődése után, viszont vannak olyan területek, például Kuala Lumpurban ez a City Brain nevű rendszer, ami egyértelműen pozitívumokat hoz a városi infrastruktúrába, viszont cserébe valószínűleg nagyban sérti a személyi jogokat is azzal, hogy gyakorlatilag teljes megfigyelés alatt tartja a várost. Hát Budapesten én ezt annyira nem látom még, hogy ide ilyen mélységekbe menjünk, de hogyha mondjuk lenne róla egy népszavazás, hogy szeretnék-e ilyet, valószínűleg a nemre szavaznék. Jó, mielőtt áttérünk Nórára, azért azt megemlíthetjük, hogy a Facebookon ti is feltehetitek a kérdéseiteket, bármivel kapcsolatosan, de szerintem használjuk ki a lehetőséget, hogy két olyan emberrel beszélgetünk, akik nagyon elmélyültek a mesterséges intelligencia témakörében, és légy szíves, akkor Nóra, te is írd le, hogy milyen közöd van ez a területhez. Akkor én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát alapvetően én már évek óta foglalkozom a digitális technológiák társadalomra gyakorolt hatásával. Egyrészt PhD hallgatóként jelenleg a telemedicina, a digitális egészségügy kihívásait, lehetőségeit kutatom Magyarországon. Másrészt a Qubit tudományos technológiai online lap állandó szerzője vagyok, és körülbelül egy éve elindítottuk a Contemplate nevű kezdeményezést a CEU Innovations Lab keretében, ami pont, ahogy Anna is említette, azokat a hosszú távú társadalmi hatásokat igyekszik feltárni, amivel mondjuk az AI, amit az AI gyakorolhat a társadalmunkra, és azt szeretnénk ezzel a projekttel egy kicsit megmutatni, hogy közelítsük egymáshoz a technológiai fejlesztő oldalt, és mondjuk a társadalom tudományi vagy filozófiával, esetleg szociológiával, művészettel foglalkozóknak a gondolkodását, és ezekből olyan például AI megoldások születhessenek, amik aztán az egyéneknek és a közösségeknek az életét is jobbá teheti. Tehát, hogy pont
például az előítéletes algoritmusoknak a gyakoriságát csökkentsük. Beszélsz az előítéletes algoritmusokról, mit jelentenek ezek? Hát tulajdonképpen itt olyasmikről van szó, mint az Amazonnak az elhíresült HR algoritmusa volt, aki egy kicsit szexista módon a férfiakat helyezte előtérbe egy idő után a női jelöltekkel szemben, és tette mindezt azért, mert egyébként arra az adott pozícióra a historikus adatok alapján inkább sokkal korábban férfiak jelentkeztek, és ezért az algoritmus úgy találta, hogy a női jelölteket automatikusan inkább ki is zárja, hiszen hát azt mutatja a tapasztalat, hogy inkább férfiakat vesznek fel. És akkor, amikor ez a gyakorlata kiderült, akkor ezt egyébként az Amazon be is szüntette ennek a használatát azonnal. De egyébként ilyen típusú... A algoritmus mögött egy ember áll, aki megalkotta, akkor ezt érzottam. Ez van, és igazából nem csak az embert, hanem tényleg azt az adathalmazt is figyelembe kell itt venni, aminek a segítségével ezeket az algoritmusokat tanítják. Tehát, hogyha alapvetően az adott adathalmazból hiányoznak, vagy nem megfelelő mennyiségben vannak jelen bizonyos más típusú adatok, vagy tényleg olyan adathalmazokról beszélünk, amiket az évek során gyűjtöttek össze, és azokban rejlenek különféle adathiányok, például mondjuk bizonyos csoportokról nem gyűjtöttek adatot egy egészségügyi alkalmazás működtetéséhez, vagy tényleg az arcfelismerő rendszereknél ezeket az algoritmusokat, hogyha mondjuk inkább a fehér populáción tréningezték, akkor kevésbé fogja jól felismerni mondjuk a színes bőrűeket. És tehát, hogy ezek egyrészt az adatokon múlnak, másrészt pedig a fejlesztői közegen. Szerintem ez a pont a színesbőrű és nem színesbőrű történetben a Facebook is belecsúszott, ugye? Vagy az arcfelismerős algoritmusa az nem volt teljesen tökéletes meg a kezdetekben, jól emlékszem. Igen, igen. És egyébként Amerikában most már van néhány város, sőt szövetségi szinten is szeretnék más szabályozni azt, hogy ezeket az arcfelismerő algoritmusokat, hogyha nem tudják ezeket az előítéleteket kezelni, akkor inkább kivonják a forgalomból. Jó, a technológia az orvostudományban, ugye szerintem a legtop topikabb, ez nem hangzott túl értelmesen, de minden esetre helyén való ettől függetlenül, az a koronavírus, és ugye a vakcinák előállításban mindenképpen az, hogy előbb le tudjuk venni a maszkot, ami most a fejünkön van, az mindenképpen a mesterséges intelligenciának köszönhető majd. Hát igen, az biztos, hogy ez a technológia nagyon elősegíti, hogy minél gyorsabban kaphassunk vakcinát. Valójában itt azért arról van szó, hogy egy ilyen vakcinafejlesztési projekt, az tényleg így átlagosan 5-10 évig eltart. Viszont most van az első olyan alkalom, hogy a vakcinafejlesztésbe algoritmusokat is bevonnak, és rögtön az első szakaszában ennek a történetnek, még a preklinikai fázisban. És ez valójában arról szól, hogy ezek a típusú algoritmusok abban segítenek a kutatóknak, hogy jobban megérthessék, hogy hogyan működik a koronavírus, és hogy hogyan találhatnak meg olyan fehérjéket, vagy egyáltalán sejti szintű összetevőket, amik aztán immunválaszt válthatnak ki a szervezetből. És itt igazából arról van szó, hogy ezen a nagyon parányi szinten több tízezer összetevőt kellene megvizsgálniuk a kutatóknak, ebben segít a mesterséges intelligencia, hogy minél előbb meglegyenek ezek a potenciális vakcina jelöltek. Jó, mielőtt teret adnánk a kérdezőknek, még két olyan témával, vagy veled, hogy beszéljek meg két olyan témát, amit nem olyan rég olvastam, elég népszerű cikkek voltak, ugye van az a technika, amire, hogyha ráköhögünk, akkor egyből megmondja, hogy koronavírus van a szervezetünkben, vagy nem, és vannak bizonyos robotok, akik feltesznek kérdéseket, és abból a diagnózisból is leszűrhetik, hogy nekünk milyen az egészségi állapotunk.
Igen, igen. Ezek igazából arra vagy kíváncsi, hogy ezek körülbelül hogyan működnek, vagy mennyire. Hogy állnak ez a fajta munkálatok, már itt, hogy mikor lesz ezekből kézzelfogható termékek. Hát ezek már léteznek igazából, tehát hogy abszolút már a piacon vannak. Igazából én úgy tudom, hogy jelenleg Magyarországon még nem elérhetőek, de vannak már olyan kórházak, ahol használják, és egyébként létezik olyan alkalmazás, aminek a segítségével szintén, tehát hogy így különféle adatok alapján képesek megmondani azt, hogy milyen, hogy a koronavírussal kapcsolatban, tehát hogy az adott ember, aki használja ezeket, elkapta, vagy nem. Igazából a hangalapú algoritmusok, azok valójában ugyanolyan technológia segítségével működnek, mint a képfelismerő algoritmusok. Ezek lefordítják a hangot egyfajta képi jellé, és aztán utána ez alapján tudják megmondani, hogy az adott ember ő elkapta a koronavírust, vagy nem például. De tényleg az az igazság, hogy ezt még nagyon kevés helyen használják, és nagyon reméljük, hogy mielőbb sikerül majd itthon is behozni őket. De a fejlesztések zajlanak, egyelőre várjuk az eredményeket. Hogy minél pozitívabb gondolatot mondtál, annál szélesebb volt a mosolyod. Légy szíves, Judit, segítsél, hogy milyen kérdéseket tettek fel. Van egy ilyen kérdés, hogy Anna hátteréről megtudhatunk-e többet? Anna, te vagy megszólítva. Persze, szívesen. Én úgy kerültem itt a workshopok vezetői székébe, hogy egy fiataloknak szóló kreatív informatikai megoldásokat kereső versenyt koordinálok. Ez a Formáld a világot, kisebb, mint 19 szabadfoglású számítógép verseny, ahol például az idén is voltak mesterséges intelligenciával foglalkozó nyertes pályaművek is, illetve szervezünk oda workshopokat, és ezt a Goethe Intézet támogatja, ezt a versenyt, és aztán a jó kapcsolat miatt, és azért, mert amúgy én az A generáció része vagyok, felkértek, hogy vezessem a workshopokat. Emellett én független kurátorként is dolgozom, tehát van egy ilyen művészi kulturális irány is, ahonnan jól meg tudtam fogni ezt a témát. Egy kérdés volt. És eddig, de várjuk a többi kérdést is. Várjuk a többi kérdést. Judit, neked van egy kérdésem a vendégünkhez? Hát én Annával együtt csináltuk a workshopot, úgyhogy én őt már azért jól ismerem. Nórával meg egyszer találkoztam, és utána már csak e-mailes kapcsolatban voltunk, úgyhogy én azt hiszem, hogy több háttértudással rendelkezem velük kapcsolatban, mint a nézők általában. Mindkettőjük munkásságát egyébként nagyon izgalmasnak tartom, és nem tudom, hogy feltűnt-e neked, de hogy itten két fiatal hölgy ül, akik mint szakértő. Mind a kettő tulajdonság az, hogy fiatalok meg nők, az is feltűnt. Király, mert hogy ugye ez azért mégiscsak a mesterséges intelligenciával és az ilyen típusú dolgokkal, hát úgy általában fiúkat kötünk össze, nem? Hogy és ez egy nagyon jó dolog, hogy lányok is érdeklődnek, és ez egy kicsit ezzel a klisé ellen megy, vagy az előítéletek és a sztereotípiák ellen. Közben jött egy kérdés, azért kell lehajolnom egyébként, mert itt van lenne a laptop. Szerintetek hány év múlva lesz az otthonunkban egy Siri-szerű robot segítőnk? Mely területeken fejlődik a leggyorsabban az AI felhasználása? Amúgy tök szuper látni, hogy három okos nő beszél az AI tematikájáról. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, kedves Gergő. Szóval szerintetek hány év múlva lesz otthonunkban egy Siri-szerű robot segítőnk? És a második kérdés, mely területeken fejlődik a leggyorsabban az AI felhasználás? Kezdhetette Anna. Hát talán az elsőt elviszem én, és akkor átadom a másodikat. A másodikat a Nórának. Erre például egy ismerősömnek volt egy tanulássegítő robotja otthon. Ez egy kicsi
kb. 5 cm-es szociális robot, ami például a Wall-E című filmben látható robotra hasonlít, a dizájnerei, dizájner csapatban voltak átfedések, és az volt a tapasztalat ezzel a robottal, hogy igazából 3 nap után nagyon megunta az ember, szóval általában ezeket a szociális robotokat főleg olyan feladatokra vonják be, amihez kellenek bizonyos, mondjuk érzelmi kifejezése, szociális skillek, amik a robotoknak azért még viszonylag korlátozottan vannak meg. Tehát mondjuk egy Siri szintű segítőrobot már most is ott van az otthonunkban, akár Alexának, akár OK Google-nek hívják, de az, hogy egy tényleges társ legyen, aki mondjuk el tud helyettünk mosogatni, és segít megírni a gyerekünknek a házi feladatot, ezt én még nem látom a semmilyen közeljövőben valószínűnek. De egyébként mi is az egészséges ebből a szempontból, hogy ugye 10-valahány évvel ezelőtt még senki nem gondolta volna, hogy ez az internet ennyire behálózza az életünket, és biztos vagyok benne, hogy legalább 20-30, ha nem több százalékban néha fölöslegesen csatlakozunk rá, és próbálunk valami fölösleges ismeretre szert tenni, hogy ezt a mesterséges intelligenciához köthető technológiát nál is eltúlozhatjuk-e a használatot? Még nem. Jó, szerintem simán lehet, hogy 30 év múlva ez egy abszolút domináns technológia lesz az életünkben. Az, hogy ennek mi lesz a pontos kimenetele, azt jó lenne, ha mi tudnánk meghatározni, ahelyett, hogy mondjuk tényleg piacorientált nagy vállalatok döntenek arról, hogy ez hova fejlődik. És akkor talán itt át is adnám Nórának, hogy szerintem erre fejlődik most a mesterséges intelligencia. Hát igen, ez egy jó kérdés, de igazából szerintem tényleg, tehát hogy tényleg nagyon nehéz egy területet kiragadni, mert annyira sok területen látunk fejlesztéseket az autóipartól, a mezőgazdaságon át, tényleg az egészségügyig, szinte mindenhol ott vannak már az algoritmusok. Igazából az az érdekes, hogy ezek a területek néha össze is függenek. Én egyszer egy osztrák radiológussal beszélgettem az ő algoritmusokról, és ő azt mondta nekem, hogy ezt az egészségügyi alkalmazását megelőzően ezt a geológiában használták, ugyanezt az algoritmust, tehát hogy az adathalmazok mások, viszont a megoldások azok nagyon sok esetben hasonlítanak is egymásra. Viszont persze, hát így a saját területemet, az egészségügyet, azt abszolút kiemelném, mert ott most, hát hogyha lehet ilyen nagy szavakat használni, ott szinte tényleg forradalom zajlik, azt a koronavírus vakcina fejlesztéstől kezdve a diagnosztikán át, tényleg a gyógyászat minden területén látni, hogyan törnek be az algoritmusok az orvosi munkába. Úgyhogy én azt mondom, hogy az biztos, hogy az egy olyan terület, amire érdemes odafigyelni. Következő kérdés. Szerintetek jellemző lesz a jövőben, vagy jelenleg jellemző-e, hogy pszichológusok fontos szerepet töltsenek be az AI fejlesztésben, kutatásban? Mi a véleményetek? Talán Nóra tud erről. Igen, én azt hiszem, hogy igen, mindenképpen, főleg amiatt, mert elindultak azok a fejlesztések, amik a mesterséges intelligenciát azt egy ilyen érzelemfelismerő irányba igyekeznek elvinni, és vannak már olyan chatbotok, például a Woobot nevű chatbot, ahol azzal kísérleteznek, hogy pszichológiai módszerek alapján kísérletezték ki az algoritmust, aki próbál válaszolgatni az adott felhasználó kérdéseire, és javítani a hangulatát. És ezekhez a mentális egészség megőrzésére, vagy mentális betegségeket gyógyítani kívánó alkalmazásokhoz nem lehet csak fejlesztői oldalról hozzáállni, szóval abszolút be kell vonni pszichológusokat is, sőt, igazából azokat a típusú skilleket, amik mondjuk tényleg abszolút emberiek,
azt kell mondani, hogy ezekre sokkal nagyobb szükség lesz a jövőben, mert egyszerűen, tehát hogy az algoritmusok, amik adatok alapján tanulnak, és egyfajta tényleg reál gondolkodást testesítenek meg, ezeket muszáj megpuhítani úgymond olyan social skill-ekkel, amiket mondjuk a társadalom tudományban jártasak, vagy az élettudományokban jártasak tudnak bevinni. Jó, a zenei világban szerintetek mikor fog feltűnni? Mert hogy a konkrét sikeres popdalokat mikor fognak ilyen algoritmusok írni? Hát ez egy teljesen más terület, az, hogy mennyire képesek mesterséges intelligencia technológiák kreatívan gondolkodni, és hát az az igazság, hogy elég jól tudnak utánozni, és előző mintákat alapul véve összekombinálni különböző mondjuk hangzatokat, de eredeti ötletet sosem fognak tudni belevinni semmilyen alkotásba. Maximum olyan dolgokra tudnak rámutatni, olyan mintázatokra, amiket mondjuk az ember eddig nem vett észre. Például ez különböző művészeti ágokban valós, és hát ugye ehhez kapcsolódik az, hogy mondjuk a különböző foglalkozásoknál is, amiket mondjuk kreatívnak tartunk, megkérdőjeleződik, hogy mennyire kreatívak. Például én nagyon szeretek főzni, de nem mondanám, hogy én kreatívan főzök, míg mondjuk egy mesterszakács tényleg tud olyan dolgokat létrehozni, amit semmilyen algoritmus nem tudna rekreálni. De mondjuk lehet, hogy vannak olyan ízpárosítások, amiket az ember eddig egyszerűen szociokulturális okok miatt nem próbált még ki soha, és egy AI meg azt mondhatja, hogy ez érdekes lehet. Jó, mi a véleményetek, hogy Magyarországnak a hozzáállása a mesterséges intelligenciához, jó, nyilván Amerikához meg Kínához, ha Amerikához meg Kínához hasonlítanak magunkat, akkor eléggé le vagyunk maradva, de ha jól tudom, akkor Európán belül azért nem állunk olyan rosszul. Igen, ezt a kérdést akkor elviszem én. Szóval igazából azt hiszem, hogy azt kell, hogy mondani, tehát Európa egy kicsit lemaradva, tehát hogy mostanában kapott észbe a Kínához és az USA-hoz képest. 2018-ban döntött úgy az Európai Bizottság, hogy jobban meg kellene finanszírozni ezt a területet, és aztán utána ajánlották azt a tagállamoknak például, hogy mesterséges intelligencia stratégiával álljanak elő, és ezt a területet egy kicsit jobban támogassák. És egyébként Magyarországnak el is készült ez a stratégiája szeptemberben, és most úgy tűnik, hogy a kormány szeretne többet áldozni erre a területre, mert az az igazság, hogy azért vannak nagyon előremutató fejlesztések, viszont eddig inkább csak ilyen kisebb műhelyekben, tehát hogy nem, eddig nem volt ez egy úgy felkarolva, hogy ténylegesen beindulhasson itt nálunk is a fejlesztés. Azért Magyarország nem, elsősorban nem innovációs hubnak számít, ugye? Hanem inkább ide a nagy cégek, azok a különféle support tevékenységeiket hozzák, és ebből az biztos, hogy nehéz lesz kilépni. Hát reméljük, hogy ez a felsőbb szintű támogatás, ez kicsit lendít a dolgon. Jó, esetleg nem érkezett több kérdés. De jött a kérdések, jön a kérdések, csak olyan jól elbeszélgettek itt, hogy az ember már... Nem vettek egy kalap alá a három okos nővel. Hát így jártam. Nem csak ma. Szerintetek mikor terjedhet el az egészségügyi körében a mesterséges intelligencia által hozott diagnosztika? Pótolható-e az orvos részvétele ebben, vagy pedig szükséges egyfajta felügyelet az AI mellett a diagnózis meghozásán? Nóra, szerintem ez az életünk. De erről kicsit beszéltünk is. Uh-huh. Igen. Szerintem egyáltalán nem pótolható az orvos teljesen, tehát hogy az AI az alapvetően egy eszköz, és az a szerepe, hogy kiegészítse és segítse például az orvosok munkáját is. Tehát
ez igazából tényleg nem érdemes máshogy elképzelni, mint úgy, hogy, hogyha ott van egy diagnosztikai algoritmus, akkor az rámutat az orvosnak azokra a területekre, ahol potenciálisan érdemesebb gondolkodni, mint más területeken, de attól még az orvos fogja meghozni a diagnosztikáról és egyébként a betegellátásáról szóló végső döntéseket. Még egy kérdés belefér? Na, egy kérdést akkor még felolvasok. Működnek Magyarországon jelenleg olyan AI-jal foglalkozó startupok vagy vállalkozások, akiket ki tudnátok emelni, vagy azért, mert érdekes területre fejlesztenek, vagy azért, mert mondjuk úgy tűnik, hogy külföldön is nagy sikereket érhetnek el. Tudtok-e példát hozni bármelyikre? Tehát vagy a magyarországi kontextusban, vagy pedig akár a külföldiben. Én úgy tudom, hogy a gépilátás területén elég jó jó analizáló szoftvereket fejlesztettek ki magyar cégek, de talán Nóra tud konkrétumokat is mondani. Hát van azért tényleg néhány cég, akiket ki lehet emelni. Az egyik az például a Turbine, akik egy gyógyszercéggé alakultak nemrég. Ők igazából sejteket modelleznek, és targetált rákterápiákat szeretnének ezek alapján, a sejtmodellek alapján kéne, vagy tehát, hogy ezekkel foglalkoznak, és ezen kívül például ott van, ha jól tudom, akkor az Insimu, akik pedig azt csinálják, hogy orvostan hallgatóknak kínálnak egy olyan platformot, ahol virtuális pácienseken gyakorolhatják a képességeiket. Tehát, hogy így, hogy rajtuk ki tudják próbálni azt, hogy akkor így jól tudnák-e őket diagnosztizálni az életben. Arról még beszéltünk, két napja jelent meg a Kubitan egy cikket, hogy a DeepMind az mennyire fontos új állomása a mesterséges intelligenciának az orvostudománnyal kapcsolatosan. Igen, igen, abszolút. A DeepMind-nak most volt egy óriási áttörése az AlphaFold nevű szoftverével, mert sikerült neki olyan technológiát, az ő technológiáját használva a sejteknek a fehérje alakzatait előrejelezni. Ami igazából azért fontos, mert hogy ez nagyon sok ideig tart a kutatóknak, hogy ezeket az alakzatokat megalkossák, és ezek kellenek ahhoz, hogy megérthessék a sejteknek a működését, és hogyha egy kicsit távolabb tekintünk, akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy még egy lökést ad a gyógyszerkutatásnak, és például olyan enzimek előállításának, amik mondjuk a hulladékot tudnák lebontani. Tehát, hogy olyan segítséget jelent mesterséges enzimek előállításához is, amit aztán különféle nagyon hasznos célokra lehetne fordítani. Számos alkalommal láttam, hogy felugrott egy gyors, rövid kérdés. Igen, de az inkább csak megjegyzés. Hát engem is megdicsért valaki. Megjegyzés, igen, téged megdicsért. Én inkább még ez a startupos dologhoz csak megjegyezném, hogy vagy hát felhívom figyelmet, hogy azért egy ilyen kritikus hozzáállás nem árt, mert vannak kutatások, amik kimutatják, hogyha az AI szót valaki beteszi így a, nem tudom, brosúráikba, akkor 6%-kal fog nőni a produktivitásuk, vagy nem a produktivitásuk, de hogy az érdeklődés feléjük, tehát azért sok cég használja ezt ilyen horokként, és nem igazán pont azért, mert elég megfoghatatlan maga a fogalom is, egy elég egyszerű AI technológiát besuvickolni valahol, ez nagyon könnyű, és akkor tényleg ez alatt a label alatt könnyen eladhatja a startupját bárki úgy, hogy ő mesterséges intelligenciát használ, míg mondjuk ez tényleg nem jelent akkor a technológiai csodát. Igen, ez így van, ezzel abszolút egyetértek én is, és így tényleg nagyon sok olyan technológia van, ami azt mondja magáról, hogy AI, vagy arra törekszik, de valójában ennél sokkal egyszerűbb dologról van például szó, vagy tényleg csak a marketing gépezet akarja így eladni. Jó, nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok velünk. Nagyon köszönöm neked, meg magunknak, hogy
eltöltöttem egy kellemes 40 percet itt a Goethe Intézet könyvtárában. Mindenkit üdvözlünk, akik végignézett minket, és reméljük, hogy majd a videót még bármikor újra megtekintető, vagy megtekintető lesz a Facebook oldalon. Nagyon szépen köszönjük nektek! Szép estét! Sziasztok! Sziasztok!